Köszöntöm kedves nézőinket! A mai nappal Egervári Sándorral fogunk beszélgetni, aki a Pomázi Egervári Halmai Focisuli Sportegyesületnek az egyik alapító tagja. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért alapítottánk ezt 2004-ben, ezt a sportegyesületet? Elég prózai a történet, mert a Halmai Gabinak, meg a Petrov Mikinek a fiai beértek abba a korba, amikor jobb feltételeket kellett nekik biztosítani, nem csak nekik, hanem a pomázi gyerekeknek. Tehát a motiváció az elsősorban az ő részükről indult meg. Engem menet közben szerveztek be, de örömmel álltam a kezdeményezés élére, mivel én a Pomáztól nagyon sokat kaptam, és vagyunk itt néhányan, többek közt a Juhár Tomi is, aki válogatott futballista volt. Tehát valamit szerettünk volna visszaadni Pomáznak, a pomázi gyerekeknek, és azért vágtunk bele ebbe a elég nagy feladatba. Nyilván a segítségünkre volt az is, hogy egy sporttámogatási rendszer indult azokban az években, és sikerült olyan helyekre bekopogni, ahol megfelelő pénzeszközt tudtunk előteremteni, hogy felújítsuk az egész sporttelepet, az öltözőt. Úgyhogy hát nagyon sok munkánk van benne, de nagyon nagy öröm látni a gyerekeket. Még nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is, meg a nagyszülőket is, ahogy örömmel kísérik a gyerekeknek, a gyerekeiknek a sportolását. Úgyhogy ez egy értelmes vállalkozás volt a részünkről, és nagy öröm nekem a mai napig is kijönni egy-egy edzésre. Az igazság az, hogy 6-7 éves kortól már itt vannak a gyerekeink. Most éppen egy ilyen edzés zajlik, úgyhogy a óvodából egyébként a lányom, aki a Almafa óvodának a vezetője, már ott képezzük őket, tehát ott is van ilyen előképzés, és ide irányítjuk őket, úgyhogy folyamatosan a óvodás kortól 19 éves korig szinte minden korosztályban vannak csapataink, akik nagyon jól is szerepelnek, és örömüket lelik a mindennapos edzésben. És ezzel nagyobb sikereket is már lehetett elérni, nem? Hogy az U19 is volt, hogy megnyerte az egész bajnokságot. Hát igen, nyilván a régi úgynevezett libaszaros futballpályán, amin én is fölnőttem. Ma már 21. században nem nagyon lehetne becsalogatni a gyerekeket a sporttelepre, de ez, hogy nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztéseket hajtottunk végre, ez meghozta azt az áttörést, hogy ma már 150-180 gyerek sportol hetente 5-ször a pályán, és játsszák a hétvégi meccseiket. Büszkék vagyunk rá. Következő vendégem Juhár Tamás, aki a jenenlegi pomázi Egervári Halmai focisuliban tevékenykedik sportigazgatóként. Szeretném kérdezni, hogy hogyan zajlanak egy ilyen edzések, meg mióta vagy te itt? Ez egy, így a, mint egy lavina, így magunkat görgettük így össze, mint a mostani csapat. Tényleg, ahogy a Sanyi bácsi mondta, a Halmai Gabi és a Petrov Miki indította ezt az egészet, és mi szépen fokozatosan kapcsolódtunk be ebbe a munkába 2012 után, és valahol mi azt az elvet vallottuk, hogy egy pomázi közösségnek adjuk meg azt a lehetőséget, hogy egy adott szinten a minél jobb és a lehető legjobb körülmények között tudjanak a helyi vagy a közeli gyerekek sportolni, és akik itt maradnak felnőttként is, akár munka mellett a legjobban érezzék magukat. Én mindig azt mondom, és ebben egy kis feszültség is van a vezetők között, nem túl nagy, hogy mi a cél, vagy van-e eredménykényszer a csapaton. Én azt mondom, hogy ezt itt Pomázon ne a vezetők meg, a, ne a, a, az elvárások határozzák meg. Ha a csapat úgy érzi, hogy akár a felnőtt szinten, akár a gyerekek, hogy minél többet akarnak csapatszinten
az mondjuk egy bajnokság megnyerése, egyéni szinten pedig aki akar fejlődni, mi senkinek nem állunk az útjába, sőt segítjük azt, hogy a minél jobb helyre kerüljenek, akár a legfelsőbb osztályra, akár egy közbülső szintre, de aki akar, az tovább tud menni, és megvan a lehetősége, senkinek nem állunk az útjába, sőt segítjük, és az adottságok és a helyszín pedig az megadja azt a lehetőséget, hogy mindenki tudjon fejlődni akármilyen szinten. És te gyakran kint vagy az edzéseiken, például a kisebb korosztálynak, vagy a felnőttebb korosztálynak? Ez azért változó, tehát egy olyan edzői stábunk van már nagyon-nagyon régóta, az U7-től kezdve, itt Pap Gabi bácsiékat nézve, bezárólag mondjuk az U19-ig Kovács Norbiékkal, de nem akarok senkit kihagyni, Mikna Mici bácsit, a Metzger Tibit, Ruskó Jani bácsit, aki már mondjuk 100 000 éve van itt Pomázon és edző, hogy szinte végig lehet menni, és mi nem fölülről akarjuk ezt segíteni, hanem amikor tudunk, én nekem is van más munkám a Digisportnál, amikor időm és lehetőségem van rá, akkor jövök, segítek a csapatnak. Itt nem felügyelet van, meg szakmai irányvonal, hanem segítjük, tanácsokat adunk, és egy ilyen nagy egészet alkotunk, aminek egy a lényege, hogy a gyerekek nevessenek, hogy a gyerekek fejlődjenek, és ezáltal a pomázi családok, a pomázi élet sokkal jobb legyen. Köszönöm szépen! Köszönöm.